A vízválasztó az emberek között az igazság és a hazugság szeretete között lesz. És természetesen ne úgy gondoljátok a hazugság szeretető embereknek, hogy ezt be fogják jelenteni, hogy én a hazugságot szeretem a legveszélyesebb hazugság szerető emberek azok, akik a hazugságukat igazságként tüntetik föl, és el akarják fogadtatni, és rá akarják kényszeríteni az ember társaikra, hogy azok a hazugságokat, amit összehordanak, az az igazság. Na most ezek a legnagyobb téveítők és a legnagyobb félrevezetői az embereknek, akik ezt igazságként tüntetik föl, hogy ez az egyetlen hogy egy igazság. Ugye például a marxizmusnak is ezért volt nagyon nagy meghatása, mert sikerült elhitetni tömegekkel, hogy a legtudományosabb, első tudományos világnézet. Tehát, vagyis az igazságos, és a társadalmi igazságosságnak a filozófiája. És mivel az igazságosságra mindenki éhes, stb. Ezért ugye, mivel hogy nem ismerték sokan az igazságossággal szemben támasztott ismérveket, hogy miből lehet felismerni az igazságot a hazugságtól, ezért elfogadták. És a, ráadásul ehhez még a tudományos tekintélyét is elfogadták. És kiderült az egész, hogy ugyanannyit ér, mint a többi ilyen hazugság és a történelemnek a szemétdomjára való persze részleges igazságokat tartalmaznak, mert ha százszázalékos hazugságot hirdetnének, akkor azt hamar észrevennék az emberek. Ezért csempésznek bele, raknak bele igazságot, amivel alá lehet támasztani. Na, mégis igaz, amit mond. Tehát az igazság szeretete és a vallásos csalások tehát a, 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 is egy állnak, nincs olyan vallásos téveigés, amely nem a, az igazságot hirdetné, és nem igazságnak a szószólóként vagy bajnokaként lépne elő. Akkor fel lehet tenned a kérdést nekem, hogy akkor Sándor, hogyan ismerjük meg az igazságot? Itt van a Biblia, ez a mérősinor. Ezért kell járatos lenni az Istenek a beszédében, mert ebből tudod megállapítani, hogy ki a képviseli és hirdeti az igazságot. Az igazság mindegyikünknél több, ezért az igazságnak a szolgái lehetünk csak, és így tudunk részesülni az igazságból. De a mérőzsinat ne felejtsük el, ez nem szubjektív megtapasztalás, nem szimpátia kérdése, nem érdek alapján kell dönteni, hanem meg kell nézni mindig a, 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 a Bibliát. A másik dolog, a szellemét kell megnézni, hogy az igazság szelleme működik valaki belőle, mert pont a filipi asszonynál látjuk, a kígyó szelleme volt benne, egy nagy kígyó volt maga az egész hölgy, azonosult vele ezzel, és, és, és igazat mondott, de viszont egy hazug szellemből. Tehát a szellemek megítélése is fontos ahhoz, hogy felismerjük a vallásos csalásokat, megtévesztéseket, és a hamis profétákat le, leplezzük. A hamis proféták, ahogy mondom, nem azt mondják, hogy most hazugságot fogok hirdetni, és azért fogom mondani, hogy becsapjalak tégedet. Nem ezért fogja mondani, hanem az igazságnak a tekintéjével lép fel, és az igazságnak a szószólójaként fogja magát előállítani. Ezért figyelj mindig arra, hogy az igazságot valaki szeretetből képviselje, vagy pedig megáltalkodottságból, fanatizmusból, szinte őrültségből. Itt ezeknél az embereknél mindig komoly baj van az igazsággal való viszonynál.